de meleg van! Áj, nem bírom ezt a hőséget! Mikor esik már egy kis eső? Az elmúlt hetekben bizonyára mindenki hallotta már ezeket a mondatokat, napjában legalább 100-szor. Mindenkinek van olyan kollégája, haverja, barátja, barátnője, felesége, rokona, aki mindig panaszkodik az időjárás miatt, jelen esetben a forróság miatt. Tény, hogy nagyon meleg van. Tombol a nyár, a fokmérők átlag 30 fokot biztos, hogy mutatnak szerte az országban. Nyilván a panaszkodás egyik oka az is lehet, hogy melózni ilyenkor is kell. Sokkal jobb lenne az egész nyarat egy medence mellett tölteni és végig bulizni vagy végig pihenni. Tök jó lenne, de sajna minden nap ezt nem tudjuk megtenni. Nálunk eddig az abszolút maximumot Kiskunhalason mutatták a hőmérők 2007 nyarán. 41,9 fokot. Nem semmi érték, de valóban van okunk panaszra. Valóban annyira kibírhatatlan ez a hőség, vagy mindez csupán könnyed kis tavaszi napsütés néhány valóban forró helyhez. A mai epizódban kiderül. A masszívan beállt nyári meleg miatt úgy döntöttem, ebben a rövidke kis meglepetés videóban bemutatom nektek a világ legforróbb helyeit. Sok embernek már a nyár elején elege van a hőhullámból, és bele sem gondolunk abba, hogy bolygónk egyes helyein egész évben ilyen időjárás uralkodik, és az ott élőknek meg sem kottyanna az, amit mi kánikulának hívunk. Vegyetek a kezetekbe egy jó hideg sört, fröccsöt, kólát, limonádét, narancslevet, és tartsatok velem a tűzforró helyek elképesztő világába. Jó szórakozást! És azért ebben a nagy panaszáradatban ne felejtsük el a nyár szépségeit. Hölgyeim! A jóság vagy ányag! És uraim! Isteni finom a víz, ugye? Nem csak az az isteni kölyök? Micsoda nőstények! Ha nem lennék szerelmes, rábuknék egyre. A halálhölgy a világ egyik legforróbb és legszárazabb területe. 1913. július 10-én 56,7 Celsius fokot mértek itt, ez azóta is rekordnak számít az USA-ban. Az éves csapadék mindössze 50 mm. A nappali átlaghőmérséklet nyáron 47 fok, de sokszor 50 fok feletti a hőmérséklet. Ennek ellenére számos állatnak és növénynek ad otthont a halálhölgy. A nevét a kaliforniai aranyláz idején kapta. 1849-ben sok telepes eltévedt a völgyben, egy idős ember meg is halt, és amikor végre kikeveredtek a völgyből, az egyik telepes visszanézett, és így kiáltott fel. Viszlát, halálvölgy! A völgy gazdag különleges természeti képződményekben, sok turista látogatja is, azonban nyáron a gyalogtúra egyáltalán nem javasolt, ugyanis a szélsőséges forróság miatt kimondottan veszélyes. Kis érdekesség, hogy a Star Wars egy új remény című film egyes jeleneteit a halálvölgyben vették fel. Döbbenetes, de itt zajlik a világ legbrutálabb futóversenye, a Bad Water. Ez a minden évben megrendezésre kerülő esemény a halálvölgyből indul, és 217 kilométerrel odébb a Matt Whitney csúcs lábánál ér véget. A versenyt júliusban rendezik, amikor a maximum hőmérséklet 50 fok felett van. A versenyzők állandó hűtést kapnak, hiszen az aszfaltról visszasugárzó hő 80-90 fok, a forróság hólyagokat idéz elő, a cipő talpát is megolvasztja, van, hogy a versenyzők három pár cipőt használnak el a verseny alatt. Néhány versenyző azt mondta, olyan, mintha egy kikapcsolhatatlan kemencében kellene futni. Sokszor előfordul térdsérülés, kiszáradás és túlmelegedés a futók között. A Bad Water kitalálója L. Arnold 1977-es futásán 7,7 kg-ot fogyott. Egyébként legelső futásánál 1974-ben a fogorvosa is vele volt, akit Gábor Dávidnak hívtak. Szerencsére haláleset még nem történt jelenlegi tudomásunk szerint, és hihetetlen, de a versenyre óriási túljelentkezés van. Na, kipróbálná ki! Több mérés azt mutatja, a legforróbb földterület a Lut-sivatagban található. A felszíni hőmérséklet itt eléri a 70,7 fokot. Ezt műholdak segítségével sikerült lemérni, ugyanis a hihetetlen forróság miatt sokszor lehetetlen volt a Lut-sivatagban mérőműszereket elhelyezni. A térségben szinte alig van csapadék, emiatt szinte semmilyen élet nem található meg itt, és bár 2016 óta a világörökség része, turisták is alig látogatják, annyira elviselhetetlen a hőség. A környéken élők földi pokolnak hívják a sivatagot. Klasszikus filmes poén a tükörtojás sütés egy forró sziklán, itt ezt simán meg tudnánk tenni, ha egyáltalán vonzana bárkit is a világ legforróbb helye.
A Danakil mélyföld Etiópiában található, mintegy 100 000 lakják, és a világ egyik legforróbb, legszárazabb vidéke. A talaj mentén mértek már 70 Celsius fokot is. A National Geographic szerint ez a legkegyetlenebb hely a Földön. A mélyföldön két tűzhányó is működik, a bugyborékoló, sós és savas tavaiból pedig klóros gőz párolog. Ritkán látogatják kutatócsoportok, ha kutatásra kerül sor, akkor annak az a célja, hogy kiderítsék, hogy maradhat bármi is életben ilyen kemény körülmények között. Túrázni egyáltalán nem ajánlott errefelé, az átlag hőmérséklet nappal 40 fok, éjszaka 30, a levegőben lévő klór pedig marja a légutakat. Ráadásul a sivatagban több fegyveres csoport is él, a Szegedi Egyetemen dolgozó Fábián Tamást és társát dr. Szabad Gábort egy tanulmányi úton itt lőtték le fegyveres terroristák. A kebili oázis a Szahara északi peremén fekszik, 1931. júliusában 55 Celsius fokot mértek, ami Afrika egyik legmagasabb, hivatalosan mért hőmérséklete. Kebiliben sokszor előfordul egy száraz szélfajta, amit fönnek hívnak. A fönnszelek néhány perc alatt akár 14 fokkal is megemelhetik a hőmérsékletet. Kebilit körülbelül 156 000 lakják egy 2015-ös mérés alapján, több üdülőhely épült, és a nagy forróság ellenére kedvelt turisztikai központ. Zord időjárása ellenére emberek már 200 000 évvel ezelőtt is éltek Kebiliben. El-Aziziében 1922. szeptember 13-án 58 fokot mutattak a hőmérők, sokáig ezt az eredményt tartották a Földön mért legmagasabb hőmérsékletnek, ám egy 2012-es vizsgálat szerint a mérés hibás volt, és 7 fokkal kevesebb lehetett az eredeti hőmérséklet. Azért az 51 fok sem semmi, és abszolút helye van a legforróbb helyek között, hiszen gyakran mérnek itt 48 fok feletti hőmérsékletet. Körülbelül 4000 lakják, és számtalan természeti és történelmi látnivaló van itt. Mivel rendkívül magas a hőmérséklet, a túrákat csak komolyabb felkészülés után javasolják a helyiek. A Rab el Hali a világ legnagyobb folyamatos homoksivataga, az egyik legzordabb helynek emlegetik a bolygón. Kimondottan száraz az éghajlata, a hőmérséklet elérheti a 60 fokot. Az évi csapadékmennyiség 0 és 50 mm között alakul. Mindössze 20 növényfaj él meg itt, és néhány rovar, skorpió, gyík és pókféle. A Rab el Haliban néhány beduin törzs él, mely törzsek száma folyamatosan csökken, teljesen érthető módon, hiszen a sivatag annyira kedvezőtlen az emberi élet számára, hogy legelőször 2013-ban kelt át rajta egy dél-afrikai expedíció, előtte senki sem vállalkozott erre a veszélyes útra. Szóval mielőtt panaszkodnánk a kánikulára, gondoljunk arra, hogy máshol bizony jóval zordabb forróságok fordulnak elő, mint nálunk. Mindenki igyon rengeteg vizet, és próbáljuk meg élvezni a napsütést és a nyarat, amíg még tart. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha tetszett ez a videó, kérlek iratkozz fel és lájkold a Facebook oldalamat, a következő epizód tartalma rejtélyes lények, melyekre nincs magyarázat. Szép napot, sziasztok!